Nézzük is akkor meg a készletekkel kapcsolatos tudnivalókat és a fogalmakat. Elszámolási időszak. Ugye időtartam egyik leltártól a másik leltárig. Tehát az elszámolási időszak egyik leltártól a másik leltárig terjed. Általánosan egy üzleti év, ami megegyezhet a naptári évvel. De el is térhet tőle. Ugye én a vagyon megállapító leltár. Tehát évente ez kötelező, az a, a vagyon megállapító leltár, Tehát az elszámolási időszak nem más, mint az egyik leltártól a másik leltári terjedő időszak. Amit egy évenként meg kell csinálni. Nyitókészlet. Időszak, ugye az első az előző ö, időszak zárókészletével egyezik meg. Tehát a nyitókészlet mindig az előző időszak zárókészletével egyezik meg. Tehát az időszak első készlet értéke a nyitókészlet. Tehát van egy időszakunk, az a nyitó kezdődik, de egyébként az a nyitó ugye ami itt kezdtünk, az egyébként az az előző hónap záró készlete. Nem tudom, hogy világos-e volt mindenkinek, tehát mit tudom én, ez itt a tizedik havi nyitókészlet, de ez a tizedik havi nyitókészlet a kilencedik havi zárókészlettel egyezik meg. Tehát az előző időszak zárókészletével egyezik meg a nyitókészlet. Nézzük is a zárókészletet. Az időszak utolsó készletértéke a zárókészlet. Tehát ez az időszak utolsó készletértéke. Ugye van még az átlagkészlet, tehát készletgazdálkodás hatékonyságának mérésekről alkalmazott készletérték. Egyébként van a, a sima átlagkészlet, meg van a kronológikus átlagkészlet, erről majd a későbbiekben beszélni fogunk, de egyébként csináltam már róla a kronológikus átlagkészletről néhány oktató videót, de majd későbbiekben kitérünk itt is. Az ismétlés kedvéért, szóval az átlag készletről elég most annyit tudunk, hogy a készletgazdálkodás hatékonyságának mérésekor alkalmazott készletérték. De lehet, hogy most a sima képletet le is írom. Tehát nyitó készlet plusz záró készlet per kettő. Ez a sima átlagkészlet. Meg van még kronológikus átlagkészlet. Tehát ez záró, illetve bocsánat, nem záró, hanem nyitókészlet per 2 plusz készletadatok. Tehát készletadatok plusz záró készlet per 2, és ez osztva n-1-el. Ez a kronológikus átlagkészlet, tehát a nyitókészlet per kettő plusz készletadatok, tehát a többit azt felsoroljuk úgy simán, és ugye az záró készlet per kettő. És akkor a végén az n, azaz meg kell számolnunk, hogy hány darab szám volt itt, és mínusz egyet levonni belőle, és azzal kell osztani. Na minden röviden ennyit, térjünk át akkor az áruforgalmi mérleg sorra. Tehát az nyitó készlet, tehát az NK, az a nyitó rövidítése, plusz KN, tehát készlet növekedés, ugye a K betű az a készletet jelenti, az N meg a növekedést, ezért jött ki, hogy KN. És ez egyenlő záró készlet plusz készlet csökkenés. Tehát ez a záróforgalmi mi a tehát nyitó készlet plusz készletnövekedés készlet egyenlő záró készlet plusz készlet csökkenéssel ez az áruforgalmi mérleg sor ugye a készlet csökkenés ugye a beszerzés bocsánat illetve a készlet készlet növekedés amit itt láthatunk tehát a készlet növekedés az lehet a beszerzés a bolt közötti átadás, a vevői visszáru is növeli a készletünket, meg a leletár többlet is növeli a készletünket. Tehát készlet növekedés, ugye lehet beszerzésből, bolt közötti átadásból, vevői visszáruból, meg leletár többletből is. Nézzük is meg, hogy akkor hogy lehet a készletcsökkenés. Tehát lehet értékesítés, felhasználás, selejt vagy lopás miatt is készletcsökkenés, illetve szállítói visszáró miatt is, és bolt közötti átadás, amit A mi boltunk átad egy másik boltnak árut, akkor az a mi készletünkről lekerül, tehát készletcsökkenést eredményez, illetve a leltár hiány is készletcsökkenéssel jár. Tehát van a értékesítésből eredő készletcsökkenés, meg a értékesítésen kívüli készletcsökkenés. Ugye az értékesítésen kívüli készletcsökkenés, ugye a felhasználás, selejt, lopás, szállítói visszárú, boltközötti átadás és lehetárhiány. Ez az értékesítésen kívüli készletcsökkenés. Tehát van az értékesítés, meg az értékesítésen kívüli készletcsökkenés, hogyha valaki röviden akarja tudni ennek a lényegét, az ez. Tehát készletcsökkenés lehet értékesítésnél, és értékesítésen kívüli készletcsökkenés is van. És akkor áruforgalmi mérleksor összefüggéseit beszéljük is. Hát én itt föliragadtam az összefüggéseket, tehát a nyitó készletet azt úgy tudjuk kiszámolni, hogy a záró készlet plusz a készletcsökkenés mínusz készletnövekedés. Tehát a nyitó készletet úgy számoljuk ki, hogy a záró ugye hozzáadjuk a készletcsökkenést és kivonjuk a készletnövekedést. A készletnövekedést úgy tudjuk kiszámolni hogy a zárókészletből, illetve a zárókészlethez hozzáadjuk a készlet növekedést, és kivonjuk a készletcsökkenést. Tehát így tudjuk kiszámolni. A készletcsökkenést úgy tudjuk kiszámolni, hogy a nyitókészlet plusz készletnövekedés mínusz Zárókészlet. Tehát a készletcsökkenést úgy tudjuk kiszámolni, hogy a nyitókészlethez hozzáadjuk a készletnövekedést, és kivonjuk a zárókészletet. Tehát ZK. Itt meg ugye a nyitókészletnél, mondjuk azt számoljuk ki, akkor az zárókészlethez hozzáadjuk a készletcsökkenést, és levonjuk a készletnövekedést. És nagyjából szerintem a áruforgalmi mérleg így végeztünk is volna, úgyhogy köszönöm a figyelmet, remélem hasznos volt, és további jó tanulást kívánok!